Sziasztok! Ma még egy ételt készítünk el, ez pedig egy úgynevezett édeslevél, pakvan. Ez lesz osztriga szószal elkészítve. Ugye fokhagyma és chili kell hozzá, még osztriga szósz, olaj, pici cukor, és hát a séfünk ugye Nippon, aki elkészíti ezt a finomságot. Ezzel is ugye az olajat felmelegítjük a serpenyőbe. Rádobjuk a összetört fokhagymát és egy kicsi csilit, aki csípősebben szereti azt, tehát hozzá több csilit is. Nagyon jó illata van. Igen, addig pirítjuk, amíg kicsit sárgás színe nem lesz a fokhagymának. Ez így tovább, hogy ebben gólj. Ugye rádobjuk a már megmosott leveleket, ez bármilyen más zöldséggel is el lehet készíteni. Hogy akár kukoricával, bokcsolyjal, kis paradicsom, ki milyen zöldséget talál a hűtőbe. Kicsit ugye meg kell fogyasztani a pakvan. Viszonylag gyorsan elkészíthető ételet. Szajaszósz. Mi a világos szójaszószból tesz hozzá a Nippon. Ez egy evőfonálnyi. Ettől lesz kicsit sós. Az osztriga szósz. Van éppen van csornyú mi? Szom. Nézzön. Meg. Két evőkanálnyit körülbelül. Közben a másik cicánk is elültette magát a cserébe. Vagy tongék jönnék a tang. Szépen össze is. Vagy Ali nem tang, de száj. Nem tang, de meg. És igen, egy pici cukrot. Vagyjál tuáj, mi van? Tuáj száj. Már talán. Te lehoz, hogy meg? Jó. Ugye meg kell kóstolni. Árulj meg. Finom lett. És így is néz ki a osztriga szószon pirított édeslevél. Jó étvágyat ehhez is. Sziasztok!